Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Egy nagyon érdekes kirándulás ötlet jutott az eszembe. Megmutatom nektek, hogy honnan. Olvastam ezt a könyvet, és tegnap fejeztem be. Ez a Tihany apát titkos kertje címet viseli. Képzeljétek el, hogy nekem amúgy is szívem csücske Tihany, nagyon-nagyon szeretem. Viszont annyira tetszett a történet, és annyira jól leírja itt a tihanyi látványosságokat, illetve egy-két olyan helyet, amiről még nem is hallottam, hogy arra gondoltam, hogy meg kellene nézni. Egyébként kiderítettem, hogy hol íródott ez a könyv, és hogy a hölgy, aki írta, Beáta, hol töltötte azokat a napokat, amikor írta a könyvet, viszont sajnos nem sikerült oda szállást foglalnom, úgyhogy kitaláltuk, hogy eljövünk ide reggelizni, úgyhogy már 5:30-kor fölkeltünk, hogy körülbelül reggeli időbe ide érjünk, úgyhogy ezt a kotyogós kávéteraszt megnézzük. Aztán föl fogunk majd túrázni a gejzírkúpokhoz, amiről ugye szó van a könyvben, én erről nem is hallottam korábban, meg ugye a belső tó, na azt még nem láttam ráadásul, inkább az apátság környékén voltam, úgyhogy nem sokára majd mutatjuk, hogy miket teszünk, milyen lesz majd itt a millió. A reggelivel. Hát képzeljétek el, hogy fejenként 3 reggelit rendeltünk, azért, mert túrázni fogunk, és gondoltuk, hogy akkor jót tankoljuk föl magunkat. Nagyon szuper volt a kiszolgálás, gyönyörűen volt a tálalás, nyilván láttátok a videón is. Hát képzeljétek el, hogy elmentünk a mellékhelyiségbe, és a nőibe
Hát hihetetlen, de ki volt készítve tampon és egészségügyi betét is, én még ilyennel nem találkoztam sehol, úgyhogy ez nekem a szolgáltatás ne továbbja tényleg, úgyhogy nem csak a reggeli, hanem az egész millió, illetve a szolgáltatás minősége nagyon pazar volt, úgyhogy köszönjük az élményt, és most elkezdjük a túránkat. Szerintem itt hagyjuk az autót, és a Levendula látogatóközpont, vagy mi a neve, valami ilyesmi a neve, onnan indul majd a túra útvonal, úgyhogy indulunk, és majd mutatjuk nektek. Képzeljétek el, eljöttünk a Levendula házig, és beírtuk a Aranyháza Gejzír kupokat. Ez a legelső állomás. Hát képzeljétek el, hogy visszafele. Tehát, hogy innen indul a túra, de arrafele, ahonnan jöttünk, úgyhogy volt egy ilyen 2 perces extra utunk, és most megyünk visszafele, úgyhogy remélem már nem néznek hülyének bennünket, akik ott látták, hogy föl alá mászkálunk, de megyünk tovább. Ez itt a belső tó, kis barátságos korai időpontban. Nyugis, fú, de tetszik. Na, folytatjuk az utunk. De jól néz ki innen is. Tó mellett megy el az útnak az első fele egyébként.
Hoppa, fényültél. Meleged van? Na most leülsz, akkor ne vedd le. De nagyon szép. A levendula ház felől jöttünk amúgy. 8 kilométerre arrébb lenne? Nem mondom rá. Ha arra fele, igen. Ja. Van valami leírás róla? Mi ez? Ja nem, ez nem az. Bocsi. Van valami pince. Hát nagyon azért emberekbe menni itt egyedül. Amúgy sötétebb van, mint amit a videó mutat, azt hozzáteszem. Még kőzetek vannak itt, de azért para. Igen. Mutatok valamit. Benőtte a borostyán ezt a fát, ami kidőlt fát, és ilyen teljesen ilyen fás bokros lett rajta. Nem láttam még ilyet egyébként, de nagyon szép. De érdekes. Gejzír mező fele jövünk. És ott közben találtunk egy hatalmas levendula mezőt. Fú, de gyönyörű lehet ez, amikor virágzik. Azt írják, hogy magánterület, de azért az így elég jól néz ki. Csak úgy mondom, itt az erdő közepén, vaddisznó nyomok között, meg őznyomok között jöttünk. Na, úgyhogy ez szép. Ó, de jó lehet itt. Jó, ez csak így lábjegyzet. Ha jó van, viszont. Kiértünk végre a Balatonhoz. Nem sokára fordul a túra majd az útvonal visszafele. Elviekben az újlaki templomról jön, de hogy ezt tényleg van ott látnivaló, vagy nem tudom, az majd kiderül. Ha igen, akkor nyilván majd mutatom. Helyben vagyunk, megérkeztünk az újlaki templomromhoz. Igazából az alap meg a főfal maradt meg, vagy főfal, vagy hátsó fal inkább talán. Igen, szerintem itt volt a bejárat, akkor ez a hátsó fala. Van itt egy kereszt. Mécsesekkel. Hát elég csövi ez a kereszt, meg kell, hogy mondjam. De van rajta egy szalag. Mi van a szalagban? Na jó, hát ezt nem érem el. És ott is egy mécses.
és háttérben a Balaton. Képzeljétek, sajnos annyit videóztam, hogy lemerült a telefonom, és a hülye fejemmel nem hoztam powerbanket, úgyhogy Márkó felvette itt a dolgokat, egy-két fontosabb részt nektek. Próbáltunk most már akkor így a főúton jönni, hogy nehogy eltévedjünk, és gondoltam, megnézzük az illatok házát, elviekben nyitva van, bízom benne, ha úgy van, akkor készítünk ott is egy-két felvételt. Egy nagyon érdekes játékon vettünk részt, vagyis hát Márkó még nyomja, mutatom. Illatokat kell tesztelni, és beletenni a helyére, ami szerintünk az, ami. Hát én kettőt tévesztettem, de majd elmondom, hogy mert még Márkó dolgozik rajta. 1926, amikor arról beszélhetünk, hogy az első befelelődés megtörténik, 31 az első nagyszület, és a 30-as évek második fele hozza azt a fajta sikert, amivel kiderül, hogy az általa előállított unióra a minősége jobb, mint a francia orai. Nagyon izgalmas a dolog, ennyire sok esetben az államosításnál elveszik a gyárunkat, őt is megkapta mindezt az okiratot az 50-es évek legelején. Hát választások nincs, és nagyon sokan hagyják az országok. Épp csak az is New York, az olaszol, és most szaktekintély. Az újító technológiai leírásokat tartalmazzák a szakfolyóiratok, úgyhogy onnan is nagyon sok emléket. No, megnéztük ezt a tárlatvezetést, a Tihanyi Levendula és Bitter Gyula munkásságával kapcsolatban, egyébként nagyon érdekes. Érdemes megnézni, és van fönt az emeleten egy bolt, amiről néhány felvételt készítettem. Nem írtam ki, hogy ne vegyek egy-két dolgot. Az egyik egy még parfüm, egyébként nagyon-nagyon finom illata van, engem az Angel-re emlékeztet. Iszonyatosan finom. És vannak illatgyertyák, és az egyik ilyen kex illatú. Háromszor szagoltam meg, de úgy voltam vele, hogy ezt itt nem hagyom, úgyhogy kíváncsi leszek majd este, hogyha beízítom a szobába, mennyire erős, de egyébként nagyon-nagyon finom illata volt. Na, ha Tihanyba jártunk, ezt a helyet semmiképp sem hagyjátok ki.
köszönjük, a Ferenc sárdába szerettük volna ebédelni. Olyan jól sikerült a reggeli, hogy ebéd után 6 órában sem voltunk éhesek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy csak egy sütit meg egy kávét iszunk és egy üdítő. Úgyhogy mind a ketten Pierre-omos atya kedvencét ettünk, isteni finom volt, de tényleg valami brutális. Inni egy levendulás presszó kávét kértem. Elképesztően finom. Féltem tőle, de elképesztően finom. Házi limonádét? Nem, bocsánat, már megint rosszul mondtam. Először a pincének is rosszul mondtam. Házi jeges teát kértem. Isteni finom volt. Aztán szerintem visszamegyünk az autóhoz, mert kicsit le is hűlt a levegő. Fáradtunk egy kicsit, úgyhogy megyünk haza. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!